Kecskemétnél épül a vidéki Magyarország legnagyobb csomóponti rendszere, mondta Pántya József helyettes államtitkár. Egy szakasz hiányzik a négysávos összeköttetéshez. Az M4-ben 4-es gyorsforgalmi út Kecskemét-Szentkirály közötti szakaszának megvalósulása pedig ütemezetten zajlik. Átadták a Panattoni és a Kepi Kft. Fejlesztésében elkészült új kecskeméti CETEF-üzemet. A csaknem 17 000 négyzetméteres gyártócsarnokban a Mercedes számára gyártanak majd tengelymodulokat. Az üzem 250-270 új munkahelyet teremt. Ingyenes egészségügyi szűrővizsgálaton vehettek részt ma a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei, munkatársai és a rászorulók egyaránt. A felmérés az Ölelőkéz Ápolási és Hospice Alapítvány együttműködésével valósult meg. 6 általános iskola elsőseit ajándékozta meg a Városi Szociális Közalapítvány. Összesen 170 gyermek kapott ajándékcsomagot és koncertélményt ma az Otthon moziban. Közleményben adott hírt a Csíkzenekar arról, hogy alapító névadó tagja Csík János kilép a zenekarból, 2025-től már nem vesz részt rendszer szintűen a közös munkában.